Nagyon finoman, egészen pici mozgásokkal, egészen pici gesztusokkal, egészen finom hanggal. Ha én ezt úgy tudom működtetni, akkor a kutya hihetetlen módon egyszer csak beáll mellém, mögém, és odaadja az irányítást, és elkezd már a szándékomra figyelni. Ez így szifi. Menjetek már, tudod majd, amikor a kutyán verekszik, a, 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 a mutass meg, a, a, meg a pitbullal, vagy mutas meg majd a, 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 az agára. Nincs ilyen kitétel, minden kutyánál működik. Neked ugatok. Koromgábor Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer működésével. Sziasztok, ez itt a Neked Ugatok legújabb epizódja, én Mucsicska László vagyok, és ahogy minden adásban, itt van Korom Gábor is. Szia Gábor! Sziasztok! Beszéljünk ma egy olyan témáról, amit már azért így érintőlegesen így mindig körbe táncoltunk, és mindig egy, egyfajta ilyen misztikum vagy, vagy nagy rakéta tudomány érzés volt bennem, ami ezt így körülölelte, úgyhogy jó is, hogy szentelünk ennek egy adást, mert már valószínűleg azok a laikusok, akik közé én is tartozom, így érdekelné, hogy mi is pontosan az a figyelemmenedzsment, amit már nagyon sokszor megénekeltél, de ezt akkor egy kicsit így, így bontjuk is ki, hogy ez miért olyan fontos. Mert hogy azt gondolom, hogy attól, hogy, hogy odafigyelek a kutyámra, attól még nem biztos, hogy tényleg meg fogja csinálni azt, amit én szeretnék tőle. A figyelemmenedzsment? egy ösztönkezelési technika, egy kézben tartási technika, egy nagyon-nagyon hosszú fejlesztési evolúció eredménye, és maga a jövő mindenféle szempontból. Tehát itt a figyelemmenedzsmentre ne úgy gondoljunk, ne úgy gondoljanak a kedves nézők, hogy ez valami, figyelek a kutyámra, és akkor, akkor a kutya rám figyel, mert nem a dolog azért nem ennyire egyszerű, tehát emögött egy egy nagyon-nagyon boltozatos és nagyon mély megértés kell, hogy legyen, bár kétségtelen egyébként, hogy erre épül. Tehát alapvetően a, a két lény, az ember és a kutya, a gazda és kutyája egymásra figyelésére épít. Uh, tulajdonképpen, tulajdonképpen arról van szó, hogy a kutya, jellemzően nagyon sokszor nem azt csinálja, amit szeretnénk, hogy csináljon, hanem bekapcsol saját belső drájvokat, és akkor a belső drájvok -ok mentén működik. Erre a gazda vagy gyönyörködik a kutyába, hogy jaj, de szép, vagy hullik a haja, és befelé nő a szakála, amit, amit próbál lerágni. Ilyenkor különböző kiképzési technikák, különböző, különböző, gyakorlatok alkalmazásával, az elkerüléstől a, a, kemény presszúráig próbálja az ember ezeket a drive helyzeteket több-kevesebb sikerrel kezelni. Lehet egyébként, tehát van rá, van rá mód, de alapvetően az hibázik, hogy az egész mögött nincs egy kölcsönös megértés, az ember és a kutya között nincs egy kölcsönös megértés. És tulajdonképpen a 21. század feladata, kutyaoktatási, igazából gazdaoktatási feladata, azt is mondhatom, hogy gazda képzések. csak ez <laughs> más, az Ez egy kicsit más. <laughs> más asszociációkat érted, de gazdaoktatási feladata, ennek a, ennek a kölcsönös megértésnek a kialakítása. Ez most így eléggé tűnik. Ilyet bárki, bárhol, bármikor mondhat. De az, ami történik nálunk, mondjuk egy kölyök tanfolyam, egy tízhetes folyamaton a gazda kap egy, egy, egy olyan beavatási élményt, hogy gyakorlatokon keresztül ismerkedik a saját hatásával, a kutya viselkedésével, és a többi, és a többi, és a tanfolyam hetedik órájára eljutunk oda, hogy onnantól kezdve egy nagyon sűrű, akkor onnantól két hetente találkozva, egy nagyon sűrű, tulajdonképpen gyakorlatszerzéssel, gyakorlati tapasztalatszerzéssel egyszer csak kinyílik neki a kutya a maga valóságában, és a kutya találkozik a gazdával úgy, hogy a gazda rendezetten áll mögötte, és nem össze-vissza beszél a testével, hangjával, gesztusaival. És ez, amit most a végén mondtam, ez a leglényegesebb. Kicsit fejnehéznek tűnik ez az anyag, vagy így, ahogy elmondom, itt abszolút gyakorlatról beszélünk, egy nagyon erősen begyakorolt, egy nagyon erősen letisztázott folyamatról beszélünk, amit alapvetően egy, az autóvezetéshez lehet hasonlítani. Az autóvezetésnek ahhoz az állapotához, az, hogy egyszer csak megismertetnek a, a jármű működésével, bemutatják a műszereket nekem, bemutatják a pedálokat, bemutatják a a, 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 kéziféket és a váltót, amit valamilyen hülye oknál fogva egymás mellé raktak, meg a bajusz kapcsolókat, meg amit tudom, és, és akkor kaparom az agyam, hogy Jézusom, hogy lehet, hogy fogok én ezzel vezetni valaha is, és amikor az első kettest váltom, már, 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 már tudok elindulni, és az első kettest váltom, kéri tőlem az oktató, miközben váltom, oda nézek, hogy hol is a kettes, és az oktató oda nyúl, és visszarántja a kormányt, hogy de egyenesen, Gábor, egyenesen nézzük, előre nézzük. Tehát a figyelemmenedzsment feltanulása, megismerése, valami ehhez hasonló folyamat, hogy rengeteg paramétert kell egyszerre tudatosítanom, testkommunikáció, hang, kutyajelzései, tehát nagyon-nagyon sok mindent, és és ehhez kell egy olyan szakavatót oktató, aki folyamatosan visszaélesz, hogy most ez történt, most azt történt, ráadásul egymást is kell, hogy nézzük, mert mert a saját élményem akkor válik élővé, mikor ugyanezt látom másnál, és és így. Ezen keresztül egyszer csak eljutok oda, hogy már úgy megyek be a munkahelyre, vagy úgy megyek a dolgom után, hogy könyököm ki az ajtón, egy kézzel a kormány, vagy akár azzal fogom, mert annyira a vagyok, ilyet soha ne csináljon senki. És, és közben, és körülbelül tíz éve nem jutott eszembe az, hogy hol a kettes. Mert, hogy magától értetődő az autó viselkedésére, visszajelzéseire, Generálom a, a, a saját mozgásomat, az én, a, a saját akcióimat, tehát tulajdonképpen ilyen módon összeforrok azzal a gépezettel, az a gépezet általam válik ö, egy, egy dinamikus kilométer faló valamivé egy statikus egy helyben álló ö, egyébként mozgásképtelen. Ma még, de már nem sokáig mozgásképtelen ö, technológiából. A kutyánál természetesen ennél a dolog egyel bonyolultabb, hiszen nem technológiáról beszélünk, hanem egy élő lényről, két élő lény összekapcsolódásáról, és itt tulajdonképpen ahhoz lehetne hasonlítani, ami szerintem a film történet egyik legjobb kutyás ősképe, bár kutya nincs benne, de mégis, amit amit Cameron az avatár első részében, aztán a második részében is ott volt, de ott már nem nem jutott akkor át, és kár is volt megnézni. Na de mindegy, hogy de az első rész bombázó volt, amikor összekapcsolódik az ember és az állati lény, ugye itt a coffon keresztül az idegvégződések így összefonódnak, és akkor egyszer csak az történik hogy az állat ösztönereje, és kifinomult szenzorai, az emberi intellektus vezérlésével együtt egy olyan szinergiát képeznek, amelyben mindenek felett állnak, lásd, toruk, Ez egy nagyon-nagyon jó cucc. A legjobb, amivel vala életemben találkoztam. Én beledöglök, annyira szeretem, és nem csak én szeretem annyira, hanem minden gazda. Tehát aki nálam végigmegy ezen a folyamaton, az Hát ez, a, ez, elképesztő élmény. Ez egy nagyon nagy élmény, és tulajdonképpen mondhatom azt is, ez úgy tűnik, mintha pátosszal fogalmaznám meg, de nem, hanem ez egy teljesen racionális jelentés, hogy az, ami történt velem az életem folyamán, minden, ami történt, minden kalandom, minden kitérőm, zsákutcám, stb. stb. az ebbe az irányba vezetett, ezt mondhatom, hogy ez az a, ez az a mű, amiért én, a, tehát amiért gyerekkoromban, tíz éves koromban, mikor, mikor az első kutyámmal, ami már tényleg az én kutyám volt teljes gondoskodással, is, elkezdtem foglalkozni, és már előtte is valami nagyon-nagyon zakatolt bennem, hogy akkor ez, ez a jövő húzott magához. Ma már ez így teljesen nyilvánvaló, ez bármelyik korábbi időpontban teljesen felfoghatatlan lett volna, hogy hogy miről beszélek, e, és lehet, hogy majd tíz év múlva mást fogok mondani, de most nagyon hiszem azt, hogy ez így van. E, tehát, tehát, tehát óriási reveláció, és nem, ez egy folyamatos reveláció, mert mert minden egyes kutyagazda kapcsolatnál ezt a szintet megugrani, ezt a szintet meglépni, az egy kimondhatatlan élmény, és még azt is kell mondjam, ha már az avatarról beszéltünk, hogy ez a Föld gyógyítása amire a Földnek nagyon nagy szüksége van. És ez azért rettenetesen izgalmas, mert ez a tartalom, ez az emberben ott van. Ez az érzékelés az emberben ott van, csak ezek alvó, de minimum látens állapotban létező észlelések. Tehát nem, az ember számára nem, nem, nem nyilvánul még meg. Valahol a tudatalattiba ott van, de, de, de nem tudatosodik. És, és ez tulajdonképpen egy a kutyán keresztüli kitejesedés, egy a kutyán keresztüli a, a, a világba való kinövekedést jelent. Más lesz az érzékelési hatóköröm, más lesz a kifinomultsági szinten. És ez nagyon fontos, hogy itt egy rendkívül, kif, rendkívüli kifinomultságról, egy nagyon szubtilis folyamatról beszélünk. Olyan szubtilis folyamatról, hogy ha ez nem tudod magad adni, egyébként ekkora már odaadja magát, szerencsére mindenki. Tehát, hogy, 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 mert nagyon sok, tehát a türelmetlenség az nagyon felülírja ezt a projektet. És egyébként a türelmetlenség bizonyos értelemben hajtóerő is, hogy a gazda akarjon változni, de itt a türelmetlenséget már le kell győzni, meg kell haladni, és akkor tud megtörténni ez a összekapcsolódás. Úgy, teljesen úgy beszélsz róla, amit, hogyha ez, ez, lenne a kábítószered. Mert az. Mert az. Ennél nincsen jobb cucc igaz, hogy nem tettem nagy piaci körtúrát ez ügyben. Tehát, tehát hogy valójában egyetlen egyszer volt egy ilyen, egy ilyen a leggyengébb tudatmódosító szerrel, egy ilyen borzasztóan félre sikerült próbálkozásom, az Eger ki, akkor még szabadon, és akkor ott egyszer mindenkorra soha többet még 20-as éveimben. Tehát tulajdonképpen nagy összehasonlítás a napom nincs, de, 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 ez már felbátor, felbátorít arra, hogy azt mondjam, ez a, ez a, legjobb cucc, ami létezik. Szóval itt, itt, itt van, ami tényleg olyasmiről, tehát, tehát a, azért nehéz, nehéz, Körülbelül olyasmi ez, mint hogyha az úszásról beszélgetnénk, hogy hogy kell úszni. Ö, jellemzően olyan közegben, ahol, ahol még nem nagyon úsztak. De, de azért ez a hasonló is mert, mert a víz, mint közeg, nagyon vonzó, és jaj, de jó lenne, és azért úgy meg lehet hallgatni, hogy jaj, de jó úszni. Tehát bármennyit fogok erről beszélni, az ezrelékét nem adja át annak, mint amikor valaki ezt a folyamatot átéli, és internalizálódik benne az a fajta szubtilis figyelem, amelyel ezt a technikát, amelyet mi elneveztünk figyelemmenedzsmentnek, mert az áll tulajdonképpen a legközelebb a tartalmához, elég szerencsétlenül hangzik egy nem, nem magyar, meg nem, hogy mondjam, nem, tehát a, a a legkisebb mértékben sincs jelen ugye a, 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 kifejezés megalkotásában, de, de a tartalom az nagyjából stimmelt már az a pártos, amit egyébként, egyébként, vagy az az átélés, vagy az a, az, az elmélyülés, vagy kiemelkedés, ami, amit egyébként átél az ember. Értem, a, meg érzem is a megfogalmazásnak a korlátait, meg nem is kérem, hogy mindent elmesélje a boszorkány konyhából, mert nem is lehet, mert egy több hetes tanfolyamról beszélünk, de hogy néhány ilyen fontos elemet ki tudnál emelni, aminek a végén tényleg eljutunk oda, amit már többször mondta, hogy egy csettintéssel vagy egy köhintéssel irányítható a kutya? Mondtam azt, hogy jellemzően a kutya nem szófogadása, tehát a, a belső drájvok, -ok, az ösztön -ok működése, az, az, és annak, a, annak a, azok kellemetlenségei, a gazda részéről való kellemetlenség átélése, ez azért van, mert, mert a gazda kevésbé érti, hogy, hogy egy ilyen, egy ilyen mi a teendő, kevésbé érti, hogy, hogy, hogy a kutya miben van, hogy van, mi történik, és a többi, és a többi. Tulajdonképpen azt kell érteni, hogy az ember és a kutya két olyan lény, akinek az, a, az ösztönös vagy az öröklött szókincsi az eltérő. Máshogy beszélgetünk. A, a, az emberi kommunikációban egy széles gesztus, egy széttárt karra a közelítés, a barátság jele. Azt jelzi, hogy nincs nálam fegyver, barátsággal közelítek. Ez nem tudatos tudatalatiban történő információ átadás. Persze lehet más tartalma is, meg, meg, meg kultúrkörnyezettől függ, és a többi, és a többi, de alapvetően az emberi kommunikációban mondjuk ez a gesztus egy ilyen tartalommal minimum is bír. A kutyával való kommunikációban egy ilyen széles gesztus, egy ilyen megnövekedett testfelület mutatása, és így közelítve a, 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 a társ felé, ez egy, ez egy fenyegető testtartás, ez egy fenyegető jelzés. Ez például egy nagyon kiragadott ö, ö, példa, nem tűpontos példa, inkább csak a rendezőelv szempontjából akartam ezt elmondani. Tehát amíg az, azt mondom Géza, hogy szervusz Gézám, mi van veled? ugyanezt a kutya felé nézd meg, a nagy darab állat vagyok, rettek tőlem. Tehát ugyanaz a jelzés egy teljesen, előjelle, teljesen más előjellel Ilyen számtalan van az ember és a kutya között. A kutya azért lehetett az ember társa, mert az ember gondolatait, szándékát és akaratát, a kutya, és ez, ez így jó, gondolata, szándéka, akarata, ez egy, legyen egy emelkedő, emelkedő során, le tudta tapogatni, és saját szándékából, a kutya saját szándékából, be tudott állni emögé. Ezt most, ezt, a, ezt az ívet vegyük is végig, hogy gondol, ember gondolata, szándéka és akarata. Alapvetően a két lény összetalálkozásának egy nagyon fontos momentuma, hogy, az, hogy, a, hogy a kutya az embert a saját maga, a saját maga akarata fölé helyezte. Ez, ez, e, ezen nincs mit vitatkozni. Tehát lehet okoskodni rajta, de a kutya nem haraphatja meg a gyereket, nem eheti meg a szatyorból a, a kaját, amit hazahozok, nem vadászhat nyugdíjasra, és a többi, és a többi. És nem kergetheti ki a macskát az útra, nem rohanhat ki a labda után sem az útra. Tehát ezek mögött, ezek fölött kell, hogy álljon az emberi akarat, amely gyengébb esetben egy pórázzal teljesíti be ezt az akaratot, erősebb esetben képes az ember ezt a kontrollt kóráz nélkül is biztosítani. Ez az ember-kutya kapcsolatának az alapja. És azt kell mondani, hogy bárki, aki mást mond, az nem ismeri a kutyát. Mert bárki, aki tartott kutyát, pontosan érti, hogy most miről beszélek. Az, hogy ezt egyébként milyen technikákkal érjük el, az egy másik kérdés. De alapvetően az ember és a kutya egymásra találásának ez egy nagyon-nagyon fontos alapvetése, hogy az emberi akarat magasabb szintű, magasabb rendű, mint a kutya akarata. Ezt nem én az ember mondom, hanem a kutya. A kutyának ez egy evolúciós döntése volt akkor, amikor az ember mellébe állt. A farkasok ma is leboxolják, hogy kinek a genomja öröklődik át. Ezt hívják úgy, hogy evolúciós könyöklés. Ezt a farkas, ezt a farkas nyomatja, és nagyon helyesen próbál életben maradni. Mindig a legjobb jut tovább. Ezt Tanította nekünk Darwin Mester. Ahogy az egyedek között, ugye a fajok között is megvan a, a, a könyöklés, így működik a rendszer. És akkor van egy nagyon érdekes blikfang, az, hogy a kutya ebből a könyöklésből kiszáll, és azt mondja, hogy figyelj, ez az ember ez annyira sikeres, állt mögé. Ezért ugye a vugban nagyon haragszanak a, 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 a kutyára a rókák és eléggé becsmérően nyilatkoznak róla, az a helyzet, hogy a kutya nagyon jó döntést hozott, mert ezzel gyakorlatilag a legsikeresebb állattá vált. Ez a képesség, hogy az emberi akarat magasabb rendű, mint a kutya akarata, ez hozta ezt a lehetőséget. Nem az, hogy cuki, mert vannak cuki állatok, de ők nem ilyen sikeresek. Őket vagy terráliumban tartjuk, vagy, vagy simogatjuk, meg amit tudom én, de, de ők nem jönnek velünk nyaralni, vagy legalábbis nem jellemzően jönnek velünk nyaralni, míg a kutya abszolút részévé vált az emberi családnak. Mondhatjuk azt, hogy a kutyának természetes közegévé vált az emberi civil. Vagy az emberi az emberi társadalom, bocsánat. Na, szóval van ez a képviselő a kutyának, hogy az emberi akarat magasabb rendű. Ez minden kutyánál teljesíthető. Ezt durva módszerekkel el lehet érni. Nevezzük parforsznak, nevezzük korbácsnak, nevezzük ö, bárminek. Tehát, tehát az, hogy az én akaratom magasabb, mint a tiéd, az tulajdonképpen csak egy kitartás kérdése. Milyen kemény eszközökkel megyek, hogy, és a hagyomány erre rengeteg, tehát a kutyakorbácstól a, a szöges nyakörvig rengeteg-rengeteg dolgot kitalált arra, hogy ezt az akarat érvényesítést hogy nyomja át a kutyán. Nagyon fontos, hogy a kutya ezt bírta. Tehát ne hazudjuk el, hogy nem bírta a kutya, a kutya igenis bírta. Nem minden kutya, jellemzően azok a kutyák, akik valamilyen, valamilyen haszonértékkel álltak az ember mögött. Legyen ez vadászkutya, pásztorkutya, valamilyen őrzővédő fajtály, munkakutya, vagy bármi. Tehát ezt a kutyák sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok száz éven, tehát ezer éveken keresztül bírták, hogy az emberi akarat érvényesítés egy ilyen parforce technológiával, egy ilyen kényszer technológiával működött. Ez a minőség megjelent az ember és a kutya találkozásánál már nem már, hanem alapvetés volt, hogy az ember fölé helyezkedett akaratát tekintetében a kutyának mondhatjuk, hogy ez más háziállatoknál is igaz, csak a másik házi, más háziállatok nem családi szinten élnek a kutyával együtt, meg az... Tehát nem tovább ezt a kérdést, maradjunk annyiba, hogy a kutya volt az, aki családtaként tudott beírni, tehát olyan szintű, tehát nála alapvetés volt az, megkérdőjelezhetően alapvetés, hogy, a, hogy az emberi akarat magasabb szintű. De itt nincs vége a történetnek, mert jön ezután a szándék, majd jön a gondolat. És az a helyzet, hogy vannak olyan kutyák, és ha helyesebben akarom megfogalmazni, vannak olyan gazdák és kutyáik, ahol a kutya már a szándékra is tud működni. Nem kell akarat érvényesítésig elmenni, hanem szándékra is tud működni. Fontos tudni azt, hogy ez csak akkor igaz, hogyha a gazda szándéka megvalósul. Ez két módon lehetséges. Az egyik mód az az, hogy a kutya nagyon érzékeny és nagyon rárezeg a kutyára. Jellemzően itt a társasági kutyák, kategóriájából, tenyésztési vonulatából jöttek ki az első ilyen típusú kutyák, akik nagyon könnyen rá a, 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 a az emberre, bizonyos értelemben a, 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 akár a többi emberrel, akár a többi kutyával is picit harcba vagy vitába állva, és nagyon rácsavarodva a gazdára egy, egy nagyon erős szándékészteléssel. Tulajdonképpen azt mondom, hogy összerezgett a gazda és a kutya. Ez a, ez a nagyon szubtilis figyelem zóna jön létre a, 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 gazda és a kutya között, vagy a kutya adottságából, vagy, talán úgy kell, és vagy a nem, vagy és a gazda finom rájelzéséből. a gazda nagyon finom jelzésekkel tudta a kutyát kontrollálni. Ezt ide majd vissza kell térnünk, mert ez így önmagában nagyon kevés mert mert nem sokára ki fog derülni hogy aki aki egyébként nem tudja ezekkel a finom jelzésekkel ö, irányítani a kutyát, az, az miért nem tudja, de ezt most tegyük még fel a polcra. szóval ez a szándék működés az azt jelenti, hogy én elgondolok, valamit kérek, valamit ö, még talán meg sem fogalmazom, csak a testkommunikációmban jelenik meg, és a kutya már is rendelkezésemre áll ez egy nagyon áhított és nagyon vágyott kapcsolat, amikor, amikor ö, nem kell akaratérvényesítéssel, hanem, hanem egyszerűen csak a, a, csak jelzésekkel tudom működtetni a rendszert. A XXI. században ez szerintem egy, egy nagyon általános emberi tendenciává vált ennek az igénye, sajnos ennek a tudása nélkül. Tehát jellemzően ebből egy ilyen torzó születik, hogy, hogy az igény ott van bennünk, mert, mert, morális, kulturális fejlődésünkben elértük ezt a szintet, csak nagyon, tehát azt látom a különböző erre a változási hullámra építő, nagyon sokszor marketing alapú technológiáktól, hogy a valódi tudás nélkül próbálnak ebben a szándékvezérlésben a gazdákkal mögé állni, és jellemzően a vége az szokott lenni, hogy, hogy búcsú cédulákat osztogatnak, mert hogy hát az írszettel az ilyen, a, 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 az agarat, azt nem lehet képezni, tehát, ad, ad mit tudom én, vagy az agárnál nem lehet akarat érvényesíteni, és a többi, és a többi, tehát hogy, hogy adnak egy-egy ilyen, egy-egy ilyen búcsú cédulát, hogy jó, de őt ne vitt ki az erdőbe, jó, de őt ne engedd el más kutyákkal, jó, de őt ivartalanítani kell hat hónaposan. Tehát valami, valamilyen elkerülő, vagy elkerülő használati üzemmódot, vagy, 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 fel, vagy, vagy, búcsú cédulát adnak a, 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 felmentést. Nem kiérdemelt felmentést. Ugye a búcsú cédul az azt jelenti, hogy, hogy a bűneimért megváltást kapok, mit tudom én, két márka megfizetésével, ami, mint azért szerintem minden morálisan fejlett emberi lény tudja, hogy két márka megfizetésével én nem kaphatok feloldozást a bűneimért. Máshogy igen, de két márka megfizetésével biztos, hogy nem. Ez a búcsú cédula, amikor nem megérdemelten, nem kiérdemelten próbálunk meg egy egy, egy dologból kikerülni, vagy kikeveredni, és ez jellemzően például a fajtákra, fajta csoportokra ráragasztott felmentő kinyilatkoztatások. De a tendencia, tehát az a tendencia, hogy a kutyát szándék alapon, tehát ne ezzel a durva akarat érvényesítő alapon tudjuk működtetni, a, a te, hanem, hanem szándék alapon, ez a tendencia ma átöleli és jellemzi az egész emberi társadalmat. Na jó, nem az egész emberi társadalom, mondjuk úgy, hogy a kulturálisan, a kulturálisan fejlett, mondjuk kulturálisan húzó tendenciában lévő társadalmaknál markáns, és minél, minél inkább lemarad e tekintetben egy társadalom, annál kevésbé jelentkezik ez, és jut el a végén a, 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 a párja a kutyasághoz, vagy a, vagy a láncon tartáshoz, és a többi. És persze ez társadalmakon belül is egy, egyéni, vagy individuális, hogy hogy mozog, de mint tendencia ezt lehet kijelenteni. Ahhoz, hogy ez a szándékra működtetés működjön, ehhez az embernek egy nagyon erős kifinomultsággal kell rendelkeznie, és egy kutyaértéssel. De ez, mint jelen abszolút itt van. És akkor egy nagyon picit beszéljünk arról még, hogy mi a gondolat. A a szándéknál már megszületett, hogy mit szeretnék. A gondolatnál még keresem azt, hogy mit szeretnék, és a kutya, aki keresi. A kutya előre tud gondolkodni. Néha átélünk mindannyian ilyen flesseket, ezek elképesztő élmények, amikor átélünk ilyen flesseket. Ezt tulajdonképpen betenném a jövőbe, a minden minden jövő már a jelenben is ott van csírában. Tehát ez, ez, a, ez a jövő is ott volt már az őskorban, meg ott volt 200 évvel ezelőtt is, de, de ma egy picit erősebben van jelen, de még mindig nem úgy, mint ahogy le, jelen lesz majd, mit tudom én, 300, most mondtam egy számot, 300 év múlva. Ma a szándék kibontakoztatásában, illetve a szándékkal vezérlés kibontakoztatásában tevékenykedünk mi emberek. Tehát jellemzően, jellemzően ez, a, ez a, az attitűd érvényes a kutyatartási kultúrában. Hát ennek az a nehézsége, hogy míg az akaratnál egy durva, és a durvát most nem, nem kell, tehát nem minden akarat érvényesítés durva, tehát ezt nem, már a technikát tekintve. Mert lehet, lehet csak annyi, hogy egyszerűen sétálok és megyek a kutya felé. Ez is lehet akar a térvényesítés. Egy, egy, durva akar a A technika közben még nem történik semmi olyan, ami amúgy durva lenne, vagy durvának nézni ki. De mégis, mégis azt kell mondjam, hogy abban az értelemben durva, hogy, hogy ott van egy csörte az ember és a kutya között, hogy ki van fölül ahhoz, hogy ez a finom kommunikáció létrejöjjön, tehát az a szándékműködés létrejöjjön, ahhoz számos olyan problémát ki kell küszöbölni, amely magunkkal hordozott. Például azt, hogy az ellentétes emberi kommunikáció és kutyakommunikációból származó rossz élményeket ki kell takarítani, vagy legalábbis ezeknek az egyenlegét, a pozitív élményeket nagyon magasra kell helyezni. Sok gazda találkozik azzal a jelenséggel, hogy meg akarja simogatni a kutyáját, és nem szereti. És nem azért nem szereti a kutya, mert nem szereti a gazdát, hanem van egy kommunikáció zavar a gazda és a kutya között. Nem kellene. Alapvetően el lehet oda jutni, hogy minden kutya szeresse, hogy meg, hogyha megsimogatják. Persze van eltérés kutya és kutya között, de el lehet oda jutni, csak ebben munkát kell tenni. És Tudatos, szisztematikus és nagyon pontos munkát. Ott szoktuk elmondani, hogy nem értjük, hogy, hogy, hogy miért történik ez. Hiszen én azt nem értem, hogy szeretlek téged, és te meg miért nem szeretsz engem. Hát azért baszki, mert izért vettél, mert, mert egyel újabb mixötös mazdánt van, mint nekem. Nekem miért nincs pénzem, pedig én annyit dolgozom meg. Tehát úgy, ahogy ember és emberi ö ö szociális terekbe is beállnak ékek, úgy beáll ö ék az ember és a kutya között is amelyeket nem veszünk észre, hogy hogy ékelünk be, jellemzően ez a testkommunikációnkból szokott fakadni. Nem jellemző, hanem az esetek 90%-ában a testkommunikációnk okoz egyfajta beékelődést a kapcsolatba. Ilyen az, amikor, amikor meg akarom fogni a nyakörvét, az már egy nehezebb, és a kutya elhúzza, nem engedi, el, akár elugrik, az már egy durvább kommunikáció zavar. Amikor a kutya nem tud úgy pihenni, hogy mellettem pihen, nem, nem, nyugszik el mellettem, hanem, hanem a kanapé másik szélére ül, nem, nem, nem tud mellettem pihenni. Ezt nagyon sok kutya úgy oldja meg, hogy, elpihenni nem tud a gazda mellett, elpihenni, elnyugodni nem tud mellette, nehezen veszi azt a nyugtatást, vagy simogatást, vagy azt a szociális közeledést, azt, a, azt az egybeolvadást, a, 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 hogy amikor ezt mindannyian, hogy szeretjük, mikor így összeolvadunk a ezt nehezen viseli a kutya, viszont cserébe felajánl valami akciót, mert azt viszont élvezi ez is egy kommunikáció zavar, ez is egy, ez is egy szocializációs torzulás, amit általában megszoktunk tapsolni, hogy jaj, de ügyes kutya, jaj, de mennyit tud, milyen ügyesek, és jaj, ez a gazda, miközben valójában egy tudatvesztésről van szó. Átmegyünk oda, hogy a kutya egy valamilyen teljesítménnyel vagy közös akcióval próbálja ezt a szocializációs handicapet kiegyensúlyozni. Tehát a kommunikáció zavar az nagyon sok helyről feljött, jellemzően a testkommunikációnkról, és arra kell odafigyeljek, hogy azok az akaratlan, mert néha odanyúlok hozzá, néha uh, meg, mit tudom én, mondok egy nagyon tipikus kommunikáció zavart uh, előidőző helyzetet, meg akarom simogatni, és megbotlok, és egy picit, uh, vagy megbílen az egyes, és egy picit uh, erősebben dőlök rá a kutya. Ez is egy kellemetlen élmény. Vagy éppen valami rossz dolog történik a kutya számára, kellemetlen élmény érkezik, lecsapnak egy kukát, mikor megfogom nyakörvét, Rengeteg minden történet, ami, ami ezt a kommunikáció zavart generálja, így gyakorlatilag oda kell eljutnunk, hogy ha egyenleget vonunk, hogy a gazda közelébe lenni ezért jó, és ezért rossz, akkor ez így nézzen ki. Tehát az egyenleg az így nézzen ki. Ezen dolgozva, hogy több a, sokkal, de sokkal, de sokkal több a pozitív élmény a, a szűk közelségem, ezzel a kommunikáció zavar gyakorlatilag lehet kezelni ha ezt a kommunikáció zavart tudom kezelni, akkor tudok igazából egy, egy finom, szubtilis figyelmi teret létrehozni, hogy a kutya ne akarjon kimenni belőle, a kutya ne akarjon távol menni. A szándékra működésben nem veszem észre, hogy kellemetlen élményeket okozok, de ezeket a kellemetlen élményeket tudom kezelni, és túlsúlyba kerülnek a kellemes élmények, akkor már a kutya fogékonyabb lehet a szándékomra, fogékonyabb lehet a testkommunikációmra, mert hogy mi történik. Jellemzően minden kutya nagyon érzékeny az ember testkommunikációjára. Mi viszont úgy éljük meg a kommunikációt a környezetünkkel, akár az emberi kommunikációt, és hogy, mi, hogy mi jellemzően verbálisan kommunikálunk. Valójában ez nem így van, még az emberi kommunikációban is nagyon erős a gesztus, a, a retorika és a, többi, és a többi, de most az emberi kommunikációt hagyjuk. Egyrészt, mert nem a szakterületem, másrészt, mert nem is arról van szó. A kutya ember kapcsolatban nagyon-nagyon erősen ott van az, hogy a kutyánál az információnak a legnagyobb része, a leges legnagyobb része a testkommunikáción keresztül megy át. Akkor is, hogyha a kutyát megtanítottuk hangokra figyelni, jelekre figyelni, akkor is ez egy elenyésző információs zóna, a sokkal nagyobb az a testkommunikáció és a működés, a szándékkal működtetés ott szokott léket kapni, ott repül be egy torpedó, amikor a kutya finom, szubtilis figyelme megnyilvánul a gazda felé. És az én testkommunikációm gyakorlatilag egy ilyen elefánt a porcelánboltba alapon összetöri ezt a szubtilis teret. Ezt nap mint nap csináljuk, tudtunk nélkül. A kutya felpáncélozódott ez ellen, szocializációjában megértette azt, hogy, hogy az ember máshogy beszél, és így is megért minket, de ez a finom szándék kommunikáció, ez a finom subtilis kommunikáció egyszerűen leárnyékolódik. Ennek a szándék kommunikációnak a felerősítése szerintem napjaink aktuális kutyátartási kulturális küldetése. Tehát az ember kutya kapcsolatában ezt a, ezt a szintet, ezt a küldetési szintet kell megúrani. Nagyon nehéz feladat, mert nagyon sok környezetszennyezés van körülöttünk. De azt látom, hogy jellemzően azok is, akik kutyával foglalkoznak, ezt a részét nagyon-nagyon kevés értik, amiről most beszélek jellemzően akaratérvényesítéssel, vagy épp ellenkezőleg mondjuk eltereléssel dolgoznak. De ezt a finom szubtilis teret, ahol, ahol ez az összekapcsolódás megtörténik, ahol, ahol az ember és a kutya kapcsolatának a lét értelme, meg lét lényege, a, a, a szinergiára lépés, ugye ez a, ez a ez amikor, amikor a, a, az avatárban az ember és a, 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 az állat összekapcsolódásával létrejön az, hogy egy meg egy, az már nem kettő, hanem, hanem 50 vagy száz, vagy torukmáktól esetén tízezernyi lény erejével, képességével bír. Ez a kutya és az ember kapcsolatában is ott van. Szerintem nagyon sok ember átélte ezt, nagyon sokan átéltük már ezt, hogy, ez, hogy, hogy, hogy ha kint vagyok az erdőben, a kutya szenzorai, receptorai mennyivel finomabban jeleznek, és az ő jelzéseit, ha tudom olvasni, mennyivel tisztábban látok. Ha nekem nem aktól kell tartanom, hogy a kutyát elveszítem, hanem, hanem, hanem épp ellenkezőleg kiszéles az érzékelésemet, megnöveli az erőmet, bátorságot, bátorságot, és a többi, és a többi, és a többi. Ez a szinergia élmény, a gyorsaság, a bátorság, az erő, a, 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 a kifinomultság, ezek mind-mind ott vannak, mint lehetőség a kutyában, de ahhoz, hogy ez jól tudjon működni, tud, tud, akarat, akarati szinten is tud működni, csak ez egy durvább ö, működés. Viszont a szándékszinten ez egy szubtilis működés. És a szándékszinten azt kell megtanulnom, hogy egy, amit korábban szennyezést okoztam akaratomon kívül, azt a szennyezést kitakarítsam, kettő, további szennyezést ne okozzak, három, nagyon pontosan tudjam megfogalmazni a kutyának, hogy mit akarok. Jellemző a testkommunikációmmal. És itt elevenelik meg az, amiről beszélek, a figyelemmenedzsment. És akkor most már beszélhetünk a technikáról, mert hogy, tehát ez most egy történeti elemzés volt, uh -huh. hogy így néz ki, történetileg így néz ki az ember és a kutya kapcsolati evolúciója. Azt szeretném hozzátenni, hogy hogy meggyőződésem, hogy az, a, abban a, 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 az ősi korszakban, amikor, amikor az ember és a kutya egymásra találtak, ez a szándék alapú működés, ez nagyon-nagyon ott volt, nagyon jelen volt. És azt is szeretném hozzátenni, hogy abszolút tapasztalom azt, hogy azok a gazdák, trénerek, kutyával dolgozó, akár profi szakemberek is, akik a saját hivatásuk magas szintjére, vagy saját tevékenység magas szintjére értek, ők is elérik ezt a szándék kommunikációt. Tudatos vagy kevésbé tudatos szinten, de tehát vagy tudnak róla, hogy így működik, vagy egyszerűen csak működik. Minél tudatosabb valaki, annál magasabb tudatossági szinten érti, látja, hogy miért történik ez. Minél kevésbé tudatos, egyszerűen csak, csak saját tapasztalata alapján észlelte, és már a kutya visszajelzéseiből kommunikál, és már, 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 már tudja működtetni ezt a finom szuktívistelet. Tehát, hogy ez, ez mindig is volt, mindig is volt, de mint tendencia, nem volt ott a társadalmi elvárásokban. Ma ez egy nagyon erős tendenciaként jelentkezik, hála az égnek, mert hogy ez a meló, és erre van az előre. És ma ezt kell megugranunk. Jól értem azt akkor, hogy valójában itt azért ez, ez minden esetben egy ilyen személyre szabott dolog, tehát hogy nyilván vannak alapigasságok ebben, amit elmondasz, de hogy minden gazdának más, mondjuk az a kommunikációs nünükéje a saját kutyájával, amit, amit orvosolni kell. Tehát, hogy nem, nem feltétlenül ö, ilyen generikus dolgokról beszélünk, hanem én mit tudok jobbá tenni a kutyámmal való kapcsolatomban? Igen, nem, sok mindent. Ö... kifejtenéd? É. Igen, személyre szabott, Ugyanakkor általános rendező elvek mentén folyik ez a folyamat, és nagyon sok mindent tehetek azért, hogy ez a kapcsolat kifinomultabbá váljon. De akkor menjünk végig. A tapasztalatom az az, hogy hogy nagy tudású oktatóknál is komoly nehézséget jelent az, hogy ilyen finom Ilyen, ilyen, finom szinten és ilyen pontosan tudjanak fogalmazni a kutyának. Tehát, hogy ez, 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 ez egy, egy videós, vagy videó vagy audio adásban ez nehezen, nehezen leszálltatható. Ez egy személyes beavatás, és ilyen szempontból nagyon individuális, mert, mert annyira szubtilis a tér, annyira finom a tér, hogy nagyon gyorsan elromlik és elillan a pillanat a varázs. És ezt valahogy úgy lehet elképzelni, hogy azt látom, ez egy általános tendencia, hogy a gazdák kiabálnak a kutyával. Ezt a kiabálást most nem úgy értsük, hogy a gazda áll a kutya fölött és kiabál vele, hanem a testükkel, akár hangjukkal is kiabálhatnak. Tehát a kutya csinál valamiről, hogy gyere ide, gyere ide, gyere, hagyd abba, elég volt, vagy, vagy mit tudom én... Egy kerítés mellett össze, össze vakok két kutya, és akkor a gazda ott húzogatja, nem bírja, nehéz, ah, mi csináljak, és a kutya is, hogy elég mutat be. A testkommunikációval is kiabál, verbálisan is kiabál, de még a mimikája is kiabál. És, és mégis semmi hatása nincs. Abszolút semmi hatása nincs. Tulajdonképpen olyan, mintha a kutyán lenne egy üvegbúra. Amikor a kutyánál egy ösztöndráj beindul, akkor a gazda kineked ebből az érzékelésből. Tehát valahogy ez így néz ki, hogy a, egy, egy, optimális inger környezetben tőlem a kutya 20 méterre kiabálok, hogy Bobby hozzám, ezt hallja, Bobby hozzám, ezt hallja. De ez az inger környezet megemelkedik, mondjuk megjelenik egy másik kutya, vagy még inkább egy kutyacsapat, és a kutyán figyelme egy bum, kifókuszál a kutyacsapatra, akkor még a kiabálok, hogy Bobby hozzám, akkor ez így hangzik a kutyának, hogy tehát egyszerűen nem, nem megy be az info, mert megemelkedik az ösztön motiváció, megemelkedik az ösztön energia, és nem jut be az info. És nagyon sokszor a gazdák ebben az állapotban akarják a kutyát kezelni. Nem lehet. Ebben az állapotban akarnak a kutyának információt átadni. Nem lehet. Ha én egy komoly dologról akarok veled beszélgetni, akkor képzeld, hogy most itt a podcast beszélgetésünk tart, és akkor itt, itt bekapcsolunk mondjuk egy Big Bang teóri részt, és te, és te közben azt nézed. Valami ilyesmi történik az ember és a kutya között nap, mint nap, folyamatosan a parkban. Hát, miközben... egy hisztiző gyereknél sem tudod ezt megtenni, hogy egy hirtelen elkezdesz észérvekkel, racionálisan beszélgetni vele, mert akkor más technikát kell alkalmazni. Hú, ez nagyon jó. És akkor kiderül, hogy nem is a kutyáról beszélünk, kiderül, hogy az emberről beszélünk, de ezt most tegyük fel a polcra, mert kedves drága mindenki, az, hogy mi a kutyát tanuljuk, az tulajdonképpen csak arra egy egy előnevelés, hogy egymásra oda tudjunk figyelni. Ez szilárd meggyőződésem. Ettől függetlenül nem ember-ember kommunikációt akarok tanítani, félreértés ne essék. Nekem ez a melom, ez a dolgom, hogy, hogy a kutyára, a kutya ismeretébe vonjam, illetve vezessem el a gazdát. De az észrevétel teli találat, de ezt tegyük még be a Future Boxba. Úgyhogy ez még, még maradjon ott, hogy majd ez hova nőhet ki egyszer, vagy vagy ha valaki ezt vizsgálja, és a figyelemmenedzsment, mint általános technika ennek az értése elterjed, akkor ezt hogyan fogjuk tudni a humán humán oldalon hasznosítani. Már most is rengetegen, és rengeteg kutatás meg, de most, de most szerintem jöjjünk vissza ide. Így van. Szóval. Ez, a, ez, az akciófilmet néz, vagy Big theory néz a, 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 kutya, miközben a gazda beszél hozzá, ez akár tanítási, akár kézbentartási interakciókra nagyon-nagyon jellemző. És az van, hogy mondjuk én ahhoz, hogy a kutyához beszélni tudjak, megemelem a hangomat hangosabban beszélek, vagy, vagy, vagy egy erősebb test kommunikációval fordul a kutya felé. De a kutya nem figyel rám, ezért csak a hallatszik be a figyelemmenedzsment tulajdonképpen arra épül, és ez maga a technológia lényege, hogy a kutyát kizökkentem abból az állapotból, X módon, arrébb visszem, odaszólok neki, egy erősebb csattanó hanggal, kinek, kinek mit, de valami. De abban a pillanatban, amikor kizökkent a kutya, abban a pillanatban nagyon-nagyon gyorsan lehalkulok. Mert ha nem halkulok le, akkor marha nagy baj van. Mert ez a gesztus, ez a komoly. Elég volt már! Hagyd abba! Ez a, ez a gesztus, abban a pillanat,ban a kutya odafigyel rám, val nem, nem oda néz, hanem oda figyel. Ez nagyon nagy különbség. Az odafigyel az azt jelenti, hogy nem a környezetében van kint a figyelme az észlelése, hanem, hanem elkezd rám figyelni. Nem is kell, hogy rám nézzen, úgy is tud rám figyelni, illetve lehet, hogy rám néz, de nem figyel rám. Tehát. Valóban rám figyel, abban az esetben ez a gesztikuláció, ez a kommunikáció hirtelen rettenetesen erőssé válik. Körülbelül olyanná, mint amikor mondjuk van a füleden egy fülhallgató, a kezembe meg a jackdugó. És egyszer csak ezt a jackdugót bedugom az erősítőbe, bomba hangerőn. És az, amit idáig csináltam, az egyszer csak elkezd üvölteni a füledbe, de úgy, hogy megsüketülsz tőle. Az idegrendszer ezt a helyzetet úgy kezeli, a kutya idegrendszer, ezt a terhelést nem tudja elviselni, úgyhogy azonnal leold, kimegy, elkezd szaglászni, átmegy egy másik kutya, tehát egyszerűen kihúzódik a gazda és a gazda interakciós zónájából. Kimegy és, és nem, nem tudja ezt a terhelést viselni. Viszont, hogy én ebben a pillanatban nagyon le tudok halkulni, tudatossá teszem a testkommunikációt, nincs hirtelen mozlatom. Minden, mind a hangom, minden a helyére kerül, ezt nagyon pontosan kell, hogy megéljem, akkor a kutya figyelme nem ugrik le, hanem ott marad, és elkezdi érteni a gazdát. És ebben az értésben történik meg tulajdonképpen a, az összekapcsolódási potenciál. Még nem az összekapcsolódás, csak az összekapcsolódási potenciál. Itt, hogyha én adekvát vagyok, és úgy viselkedem, ahogy ahhoz a helyzethez illik, legyen ez tanítási, kézben tartás, nem, bár úgy viselkedem, ahogy kell, de nagyon finoman, egészen pici mozgásokkal, egészen pici gesztusokkal, egészen finom hanggal, ha én ezt úgy tudom működtetni, akkor a kutya hihetetlen módon egyszer csak beáll mellém, mögém, és odaadja az irányítást, és elkezd már a szándékomra figyelni. Ez így szifi. Menjetek már, tudod majd, amikor a kutyán verekszik, vagy a, mutasd meg, a, a, a meg majd a pitbullal, vagy mutasd meg majd a, a az agára. Nincs ilyen kitétel, minden kutyánál működik. Tehát a figyelemben is, minden kutyánál működik. Az odavaló eljutás lehet nehezebb. A, a, a kutya karaktere, vagy szocializációs előzményei miatt. De minden kutyával el lehet oda jutni hogy ez működjön. A befektetett energia az a változó. Pont erre a rátára akartam rákérdezni, hogy, hogy oké, okay, van, egy, van egy időintervallum, amikor ezt, ezt így te próbálod a gazdának megmutatni, hogy, hogy mi az út ehhez, de ha már az autóvezetéshez hasonlítottad, nyilván ott is az van, hogy hogy nem mindenkinél jön össze elsőre, hogy átmenjen a forgalmi vizsgán, hanem, hanem többször neki kell, hogy menjen. Itt, itt hogyan állunk ezzel? nyilván itt bejön az a tapasztalat, az a, nem mondom ki, mert sokszor kimondtam, hogy milyen, milyen kutya számmal szerzett és, és hány évtizeddel szerzett tapasztalat, amiből nyilván leges -leg sorban a, a, gazdának gazdának, hogy mondjam, tehát egy, egy oktatónak az elsőleges feladat, hogy a gazdával empatizáljon hogy megérezze, hogy a gazda miben van. Nem a kutyán. A kutya ismerete mindig sokkal könnyebb, mint a gazdára való beleérzés. És itt jellemzően a kutya oktatás is így csúszik el, hogy kutyát akarunk oktatni. Kutyát oktatni ennyi. Nem, nem, nem nehéz. Tehát ha jó, pontosan kell fogalmazni, és a kutya oktatás nem nehéz. A nehéz az mindig a gazda segítése. Nagyon sokszor az oktatók ott rontják el, akár oktatótársaimmal is tapasztalom ezt, hogy egyszerre két-három lépést akarják ugratni a gazdát. A jó oktató mindig a következő lépéshez kíséri el a gazdát. Nem két-három lépés. A következő lépés után könnyen lehet az azt követőre, majd onnan az azt követőre lépni. Ez tulajdonképpen a, 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 a siker kulcsa, hogy ezt a fajta beleérző képességet, a gazda irányába való beleérző képességet oda tudjuk tenni, és ha ez megvan, akkor, akkor, akkor nagyon jól lehet haladni. Nekem megvan az a szerencsém, és, és vigyázat csalok. Hogy kölyökutyákkal dolgozom. Azoknak a munkatársaimnak, akik már felnőtt kutyával dolgoznak, sokkal nehezebb dolguk van. Sokkal, de sokkal nehezebb dolgok. Nem lehetetlen, e tekintetben, de nehezebb dolgok. Én, mivel kölyökutyával dolgozom, a, a hozott ö, szennyeződés az jóval kevesebb. Ö, de az emberi faktor az ettől függetlenül ugyanolyan nehéz. Tehát az az, nem könnyebb. És ezért, ezért is kell egy oktatónak alapvetően egy emberi empátiával, emberek iránti empátiával ennek a, ezzel a készséggel rendelkezni, úgy tud működni, úgy tud, úgy tud hatékonyan működni. Ez, ez, nálam ez kinkeserves tapasztalat volt. Tehát, tehát valamikor azt gondoltam, hogy én kutya kiképző vagyok, és, és, és a gazda évtizedeken keresztül egy bosszantó körülmény volt, hogy a francba is elvettem, megmutattam a kutyával, na így kell. Ez aztán jó sokat segítettem a gazdának semmit gyakorlatilag. Hát ez egy hosszú bejárt út, amíg, amíg, amíg megértem azt, hogy a gazdánnál kell a megoldást megtalálni. Ha a kutyát szeretem, akkor a gazdát kell tudnom emelni. Az a gazdát is meg kell szeressem, és a gazda folyamatát, főleg azért, mert én magam is átéltem. És, és az ehhez való türelmet kell oda szentelnem ebbe az interakcióba. Még így a figyelemmenedzsmentnél, hogy tulajdonképpen mi az, tehát nekem oktatóként mi a feladatom, és akkor a polcról le a felrakott kérdés. Nagyon fura módon az, hogy a gazdát lefinomítsam, hogy visszafogjam. És nagyon nehéz. A legérzékenyebb, furcsa módon pont a néha legérzékenyebb, a, leg, a, 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 a legkevésbé konfrontálódni nem akaró, nem, a konfrontáltatói legkevésbé akaró gazdáknál a legnehezebb elérni azt, hogy egy picit finomodjon vissza. Legyen nagyon erős önmagára irányított figyelme, hogy a test kommunikációja, és a többi, és a többi. Nekem először ez a dolgom, hogy ezt a, ezt a szuportot odaadjam, és egy idő után megjön a gazdának az az élménye, x gyakorlási számmal, hogy a kutya visszajelzéseiből, tehát az általam adott szuportból, segítségből, illetve a kutya, a, a, ebben az idő pillanatban a kutyának történő visszajelzéseiből szép lassan összeáll a kép, és én kihúzódom a háttérbe, egyre kevésbé kellek a gazdát, gazdát lelassítani, egyre jobban tudja a gazda már magát lassítani, és egyszer csak elkezd a kutya jelzéseire reagálni a gazda, és innentől kezdve válik érvényessé az, hogy egy figyelmenedzsmenttel dolgozik. És innentől válik érvényessé az, hogy torok tud működni a rendszer. Ami teljesen szifi, mert hogy működne már egy német juhász torok vagy hogy működne már egy, egy vegyünk egy kemény, egy kemény kihívást, egy, mondjuk egy terrier torok abszolút tökéletesen, hogyha a gazda akkor beszél hozzá, és úgy, ahogy az a helyén van. És ez a folyamaton megyünk végig, gyakorlatilag a figyelemmenedzsment kapcsán. Ez így összefoglalva, röviden a figyelemmenedzsment. Nem gondoltam volna, hogy eljutunk ide, hogy, hogy meg, megfogalmazódnak ilyen premisszek, mert az elején azért nagyon, nagyon messziről indultunk el ebben, de, de azt mondom, hogy most már én is kezdem érteni, hogy, hogy, hogy itt ez a figyelem jelző, az mit is akar ebben a dologban. Hát köszönjük, hogy figyeltetek eddig minket is. Tartsatok velünk a következő alkalommal is. Ha podcast hallgató felületen hallgatok minket, akkor értékeljetek minél nagyobb csillagszámmal, mert azt nagyon szereti az algoritmus, meg mi is fogjuk szeretni. Ha pedig van bármi kivetni valótok, kritikátok, kérdésetek, azt pedig írjátok meg mindenképp, megfelelő felületeken majd reagálunk is rá. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, tegyetek így legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!